Pam pam pararirudum pam pam. Nincs olyan nap, hogy ne töltenénk időt a fürdőszobában, ezért is fontos, hogy kihasználjuk a benne rejlő lehetőségeket. Hogy hogyan néz ki és hogyan képzeljük el egy trendi és praktikus fürdőszobát, arról Gáborral fogok beszélgetni. Szia Gábor! Szia! Hogyan képzeljünk el egy minden igényt kielégítő trendi fürdőszobát? Hát ez természetesen attól is függ, hogy a lakás vagy a ház egyéb interjúrja milyen, mert azért ahhoz illik alkalmazkodni egy fürdőszobának. Ami ma nagyon divatos, az a minimál stílus, tehát ezeket nagyon szeretik. Nagyon kedvelik a függesztett WC-ket és a függesztett bidéket, amelyek nagyon előnyös, hiszen alatta nagyon könnyen fel lehet takarítani ezt a háziasszonyok, vagy akik takarítanak, azok nagyon szokták ezt szeretni. Nagyon sok ember például reggel nem a kádat szereti használni, inkább mondjuk egy zuhanyozást választ. És ez a zuhanyozás élményét például nagyban növelheti egy zuhanypanel, vagy egy esőztető fej használata, amelyik egy nagyon kellemes érzést ad, és hogy felfrissülve jobban el lehet indulni a munkába. És milyen olyan vásárlói igények vannak, amik most új hullámosnak számítanak, és milyen megoldások vannak erre? Tehát a vásárlók nagyon keresik az úgynevezett rimless WC-ket, amit magyarul perem nélküli WC-nek lehet hívni, amiben a víz az korlátok nélkül tud lefolyni, sokkal könnyebben lehet tisztítani. Tehát ez egy higiénikus megoldás, és amit még nagyon szeretnek, hogy a WC-tetőt könnyen le lehessen venni. Tehát most már léteznek olyan WC-tetők, amik egy mozdulattal leemelhetők, ki lehet tisztítani alatta a felületet, és ugyanazzal a mozdulattal vissza lehet tenni, tehát semmilyen szerszám nem szükséges ehhez. Tehát ez egy nagyon praktikus megoldás. Egyszerűbbé vált a szaniterek tisztíthatósága is? Hát ezzel egyszerűbbé vált, mert ugye sokkal jobban hozzá lehet félni, de az nagyon fontos, hogy csaptelepet, azt a vízkőoldóval semmi körmények között ne tisztítsuk, mert az foltot fog hagyni a króm felületen. Gondolkoznak még az emberek a bidé betervezéséről egy lakásba, vagy van még ennek divatja? Hát ugye a bidé az Franciaországból ered maga a szó is, és ugye arra találták ki, hogy a WC használat után ugye tisztálkodjanak. Ez egy nagyon higiénikus megoldás. Nagyon sokan vesznek bidét, ez ugye alapvetően függ attól, hogy a fürdőszobában mekkora méret van, mekkora hely áll rendelkezésre. Tehát ha van hely, akkor ez mindenképpen ajánlott egy bidé használata, ami nem csak hogy higiénikus, hanem egyébként környezetvédelem szempontjából is fontos, hiszen a WC papír használata helyett ugye vizet használunk el, ami a környezetet sokkal jobban óvja. Beszéljünk egy kicsit a trendi mosdókagylókról. Mennyire nehéz ezeknek a felszerelhetősége? Tehát ma legtöbben a pultra szerelhető mosdókagylókat választják. Ennek nagyon egyszerű a felszerelése, hiszen a pultra szilikonból egy ilyen gyűrűt formára bele kell ültetni a mosdót, és ilyen klik-klak lefolyóval lehet rögzíteni a pulthoz. Tehát nagyon egyszerű ennek az, mert lényegében semmilyen szakértelmet nem igényel ennek a felszerelése. Köszönöm szépen! Köszönöm!